Ha tippelnem kéne, akkor szerintem a közösségünknek 90-valahány százaléka biztos valamilyen streamert használ, mint fő forrás, mindamellett, hogy lemezjátszózik vagy CD-zik. Ugye ezt tudjuk, hogy lemezjátszózás az kezd egy kicsit visszajönni, de én azt gondolom, hogy a nagy általánosságot nézve egészen biztosan, hogy alul marad még mindig. Erről majd valamilyen statisztikát fogok keresni és beszámolok róla, hogy mit találtam. Viszont én azt gondolom, hogy egyre jobb termékeket kapunk, ilyen streamer DAC kombináció formájában, egyre jobb áron. 2000 forint környéken már nagyon jó termékeket kapunk, ugye mint például a Node-nak a 2i-je, viszont annak azért a minősége megáll szerintem a középkategória szegmensének valamely pontján, és azon túl azért nyilván az nem tud messze rúgni. Viszont szerencsére vannak olyan alternatíváink is, mint a Matrixnek az Element i-je, amiről ez a videó most szólni fog, amely egy 420 000 forintos DAC streamer, fejhallgató erősítő egyben. Matrix Elementi ugye egy streamer hálózatos zene lejátszó, amelyet ugye főként forrásként lehet használni. Hogyha valakinek későbbiekben nem is kell ez úgy, mint egy streamer lejátszó, hanem csak mint mondjuk egy DAC, akkor azt úgy is lehet használni, mivel ugye van egy sor digitális bemenetünk, meg egy analog RCA és XLR kimenetünk. Ugye a bemenetek szempontjából van coaxunk, optikaink és USB-B-nk. USB-B-t ugye lehet közvetlenül számítógép mellé használni. Hogyha valakinek mondjuk egyébként gép mellé kell egy komoly fejhallgató erősítő, és emellett egy streamer is, akkor erre ugyancsak lehet használni. Úgyhogy azt kell látni, hogy az itt egy ilyen mindenes terméket kapunk, amelynek minden egyes szegmense és funkcionalitása külön ki van dolgozva arra, hogy a lehető legkomolyabb és legsemlegesebb hangminőséget kapjuk a legnagyobb felbontás mellett az adott árfekvésben. A funkcionalitások magukba tartalmazzák az AirPlay-t, Tidal-t, RuneReady-t, Cobast, DLNA-t és adathordozókat lehet hátulra csatlakoztatni a 2 darab USB-A ajzatba. Digitális módon a jelet nem tudott kihozni, tehát itt a Matrixnak a saját DA konverziós kialakítását mindenképpen használnod kell, úgyhogy itt kéz a kézben van minden egymáshoz fejlesztve. Belvás szempontjából egy 2 magos ARM processzor dolgozik, egy 32 bites, ES9028 Pro Saber DAC chip társaságában. Ez a DAC chip ugye a Hyperstream DAC technológián alapszik, amely az ESS-nek egy ilyen korábbi védett megoldása, fejlesztése volt. Itt azért főként az volt a cél, hogy egy elérhető árfekvésű, de audiofileknek gyártott DAC-ot adjanak számunkra, amely ugye a végtermék szempontjából egy kicsivel barátibb árat enged meg. Na most nyilván attól függ, hogy milyen szempontból nézzük, ugye 420 000 forint azért nem olcsó, viszont itt nem a DAC chipért fizetsz 420 000 forintot, hanem minden másért is egyben egy dobozban, de hogyha a videó végére érünk, akkor minden értelmet fog nyerni. A tápellátás az külsőlegesen lehet megoldva, ami azt jelenti, hogy egy kapcsoló üzemű külső tápot kapunk tartozékba, és ugye ez adja neki a craftot. Na ezt lehet egy lineárisra utólag cserélni, hogyha valaki tuningolni szeretné az Element i hangját, mert igen, hogyha tápot cseréled, akkor egy kicsivel többet ki lehet hozni a hangminőségből, finomság tekintetében. Nyilván lehetne hozzáadni kapásból egy komolyabb tápot, amely árban lehet, hogy 50-60-70-80 ezer forint extrát adna nekünk, nem vagyok képbe, hogy mennyibe kerül egy ilyen külső táp ehhez. A lényeg, hogy ha minden ilyen extrát beledobnak egy ilyen termékbe, akkor nagyon gyorsan másfél-kétszeresére tud ugrani itt a végösszeg. És én azt gondolom, hogy ez a jobbik opció, ha egy kicsivel mérsékeltebb áron kapunk meg egy ilyen komolyabb streamer egységet, és hogyha valakinek igénye vagy büdzséje későbbiekben megjön egy komolyabb tápra, akkor azt lehet vásárolni. Kialakítás szempontjából szerintem kifejezetten szép, gyönyörű és igényesnek mondható minden pontja. Teljes körűen CNC maratot, megmunkált alumínium anyaghasználatot kapunk minden oldalon, úgyhogy nincsenek ilyen sunyizások gagyi műanyagokkal, se nem gumiborítással. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút az inkább a közép-felső kategóriát képviseli így megjelenés szempontjából is. Tartozékba kapunk hozzá egy távvezérlőt, ami ultrakompakt és vékony, az a felvételken látszódik is szerintem. Ezen keresztül lehet mindenféle alapvető szolgáltatásokat, vagy bocsánat, funkcionalitásokat kezelni. Hogyha például ezt egy ilyen előfokként akarod használni, és van egy aktív hangfalad otthon, akkor rá tudod ezt is kötni ugye a kimeneteken keresztül, és akkor mondjuk a távvezérlőről egy teljes mértékben aktív, távvezérelhető rendszered van, ami szerintem nagyon jó pofa, de nyilván klasszikus stereo rendszerbe is integrálható, hogyha van egy integrált stereo erősítőd, bármely analóg vagy XR bementre bekötöd magát a Matrix Elementit, vagy akár egy végfokba is,
hogyha az előfokot ezen keresztül szeretnéd megoldani. Az előlapon három gombot találunk, az egyik ugye a nagy potméter hangerőszabályzó kinézetű gömb, amelynek a funkciója teljesen egyszerű, ugye lehet a menüben akár ezzel lépkedni is, hangerőt szabályozni, és a megnyomásával kikapcsol és bekapcsol is, ha jól emlékszem. Kettő másik gomb pedig a menürendszerben való lépkedés és állítgatáshoz hasznos. Kijelzősz kultúrát módon jó elosztással mindent mutat, ami szerintem fontos lett így a zenehallgatás közben. Egyébként, hogyha elmegy aludni, csucsukálni a Matrix Elementi, amit egyébként különben be kell állítani, azt mondom, hogy amit én kaptam, az ki volt kapcsolva benne, én bekapcsoltam, és egy ilyen 10-15 perc után átmegy az alvó üzemmódba, amikor egy ilyen kis holdacska megjelenik rajta, és ahogy jelfolyamot kap, vagy valami jel érkezik valamelyik bemeneten, akkor azonnal felébred, és kapásból készen áll a misszióra. Az applikáció ugye jó formán az arca minden ilyen terméknek. Hogyha nem szimpatikus, akkor nyilvánvalóan nem szeretnél úgy hazamenni, hogy ennek az arcát bámulod, aki neked nem tetszik. Szóval ilyen szempontból mindenképpen érdemes egy-két dolgot megemlítenem, hogy mire lehet számítani a Matrix Elementi kapcsán. Maga a kiosztás szerintem nagyon jól van megcsinálva. Most, hogyha összehasonlítom mondjuk a Lindemannal, ami korábban volt nálam, annál szerintem ez jobban meg van csinálva. Ott azért le vannak egyszerűsítve dolgok, nem látsz egyszerre több albumot egymás mellett sorban, azt hiszem valahol nem is mutatja az albumborítókat, úgyhogy ott van egy ilyen kicsi work in progress hangulatom. Itt nem, ez itt nagyon szépen ki van találva. Például amikor a Tidalra rámegyünk, akkor egyszerre több sorban több albumot látunk. Albumborítóstól név, cím, minden ott van, és még azt is látjuk, hogy ez master-e vagy sem. Úgyhogy ez a része az, amit más applikációknál nem tapasztaltam, még a BlueSound-nál sincs szerintem ilyen jellegű, ott is ugye egymás alatt vannak sorban a dolgok. Itt különböző ajánlásokat kapunk, ami a felső sorban van elhelyezve, ilyen kategóriák szempontjából. Úgyhogy ez a része szerintem nagyon szép, az egyik kedvencem így applikáció kialakítás szempontjából. Az a része, amit meg kell szokni, vagy amit észrevettem, ami más mondjuk más gyártók applikációjával szemben, hogyha például kiválasztasz egy albumot, és rábögsz az albumon belül valamelyik számra, akkor lejátszasz a zenét értelemszerűen, viszont a következő szám nem az albumon lévő következő szám lesz, hanem elkezdi játszani a korábban elmentett kedvenc számaidat. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan dolog, amihez így hozzá kell szokni, ez nyilván az első 5-10 percben rájön az ember, hogy mi történik, és akkor annak megfelelően berakod mondjuk a playlistedbe, hogy éppen mit játszol le neked. Tehát azt kell tudni, hogy magától nem találja ki, hogy te ezt az albumot attól a számtól akarod folytatosan játszani. Van olyan lehetőséget, hogy felül az albumborító alatt rányomsz arra, hogy play album, valami ilyesmi, és akkor természetesen az egész albumot lejátsz a sorban. Akkor ez nincsen meg. Csak hogyha nem erre mész, hanem egy számra, akkor csak azt fogja lejátszani. Úgyhogy így manuálisan be lehet dobálni a playlistedbe, az aktív playlistedbe, hogy mi legyen egymás után a zene, amit szeretnél hallgatni. Úgyhogy ezek csak ilyen dolgok, amiket szerettem volna megemlíteni. A másik, hogy hangerőszabályzás az teljes simulékon sosem akad, lefagyást emlékeim szerint nem tapasztaltam. Ami még egy észrevétel, hogy szám tekerésnél azért néha gondolkodik. Nem sokat, azt mondom, hogy egy másodpercig így egy kicsit így áll, és akkor utána odaugrik. Úgyhogy a szám tekerés az nem egy ilyen végtelenül gyors procedúra, mondjuk hangsúlyozom, egy másodpercről van szó, tehát nem a világ vége, de hogy erre is lehet számítani, azt gondoltam, hogy ez fontos elmondanom. Azt gondolom, hogy mai technológiai világban eljutottunk oda, ahol egy ilyen jellegű teszt, mint mondjuk egy DAC streamer kombináció, inkább arról szól, hogy hol hallasz kevesebb, jól hallható GPS-séget. És amikor nem hallasz egyértelmű szint az adott terméknél, a másikkal szemben, akkor talán az nevezhető semlegesnek, vagy életszerűbbnek, kellemesebbnek. És ezt tapasztaltam ennél a tesztnél is, hogy a Matrix volt a itthon található eszközök közül a legmegfoghatatlanabb. Ez nyilván akkor nyert teljes mértékben értelmet, hogyha elmondom, hogy mi volt a tesztelési környezet itt nálam. Van egy Hegel H190-em, amiben ugye van egy streamer egység, meg egy DAC is. Tehát digitálisan be tudjuk vinni a jelet, analóg is, és van benne AirPlay, tehát Tidalt tudunk AirPlay-n keresztül ráküldeni. Legalább olyan minőségben, mint ahogy a Matrixra, és a harmadik versenyzőre, a BlueSound Note 2 i-re. Na most ez volt így az összeállás. A csavar a dologban, hogy a Note 2-i hangját digitális coaxon keresztül kihoztam be a Hegelbe,
és azt összevetettem a Matrix-szal. Mind a háromat összevetettem egymással Airplay Tidal kombón keresztül is, majd utána összevetettem a Hegel dakját a Matrix dakjával. Az érdekesség a dologban, hogy a legegyenesebb hangja, tehát ahol egyértelműen nem volt tüske a hangképben, az a Matrix volt ezek közül. A Note 2-inél, mélynél problémák vannak. Ezt már korábban is mondtam, főleg megnézett Bluetooth-on, hogy mit művel, egy diszkó az egész, egy buli. Buli történik, minden brummog, túl sok, ráfekszik szerintem a 250-300 Hz-es tartományra is egy mély mennyiség, aminek nem kéne ott lennie. Na most megint szőrszálhasogatok, tehát ez sok embernek, vagy a többségnek ez több, mint elég. Jó, az én munkám itt most éppen az, hogy rámutassak az ilyen jellegzetességekre, amik egyébként magukban nézve, vagy távolról nézve, sziluettjében minimálisak, de erről szól nyilván egy ilyen videó. Szóval, Note 2-inek artikulációja, részletgazdagsága adott szegmensekben sokkal gyengébb, mint a Matrixé. Ez teljes mértékben egyértelmű. Matrixnál megjelenik a mélyben a finomság, sokkal jobban ki van minden hang faragva. A különböző 10 Hz-enkénti tartományokat szebben, jobban érthetően hallod, míg a Node-nál van olyan zene, ahol egyáltalán nem hallod, hogy mi történik ott. Egy nagy buborék jön, így pulzál. A Matrixnál nem, ott szépen, különállóan minden kis tartományt hallasz. Ugye ez egy nagy differencia. Középtartományban azt gondolom, hogy egy elég áttetsző, transzparens jellegű hangot kapunk, de fényesebb, jól megvilágított előadásmód van. Úgyhogy nem titkol semmit. Viszont GPS, steril jellegű, nagyon nyers, ilyen mélyreható dolgokra nem lehet számítani, vagy nem kell számítani. Tehát azt gondolom, hogy ennek a hangja inkább a könnyen fogyaszthatóság irányába megy el, mind a mellett, hogy artikulált és részletgazdag marad. Úgyhogy ezt vették figyelembe, én azt gyanítom. És a felső tartományban jön még egy érdekesség, amit a Hegelnek a saját streamer DAC szekciójával szembe vettem észre, hogy a Hegel borzasztóan ropog már a felső frekvenciáknál. Ja igen, bocsánat, ezt elmondtam, hogy milyen hangfalon teszeltem, az fontos, Audio Solutionsnek a Figaro B-je. Tehát az volt itt bekötve a végső tesztelés során. Ami ugye egy nagyon nagy felbontású hang, tehát az mindenre rámutat, hogyha valami csak egy picit csipetnyivel másképpen szól, mint valami, azt az megmutatja. Úgyhogy tesztelésekre imádom a Figarót, mert egy jó munkatársam lett, ha mondhatni ilyet. A lényeg, hogy a Figaro, pláne a magas szekciónak a dolgait kőkeményen megmutatja, brutál őszinteséggel. És a Hegel emellett már eléggé durván nyers és steril lesz, és a magas szekcióban, magas sugárzónál megjelenik ez a borzasztó ropogás. Tehát, minthogyha mi az, ami nagyon ropog? Megvan, olyan, mintha diót törtek volna. Tehát ilyen hirtelen pattogás, hangok jóval élesebben kijönnek, jóval tüskésebben megjelennek. Nem tűéles, de ez a kis ropogós érzet végig ott van. Minden egyes zenénél, amiben frekvenciatartományban kapunk ott információt. A Matrixnál nem. És ez volt egy gigantikus különbség a kettő streamer egység között, hogy a Matrix ott is megmaradt egyenes, ahol egy kicsivel sejmesebb és életszerűbb jellegű hangot adott. Na most, hogy melyiknek van papíron igaza, ezt szerintem senki nem mondja meg, ez inkább ízlés kérdése. És talán a Matrix Element-ének szerintem itt jön elő az erőssége. Hogy amikor neked van egy komoly erősítőd, egy integrált stereo erősítőd, vagy egy elővégfok kombinációd, ami funkcióban nem tud semmi modernt, ugye, hanem csak a hangminőségen dolgozik meg mondjuk a sugárzók hajtásán, akkor ugye neked kell egy olyan forrás, mondjuk egy digitális forrás, akkor a Matrix Element-ével szerintem nem kell annyira durván kalkulálni előre, hogy na annak akkor milyen lesz a hangja, mert nem biztos, hogy illik ebbe a rendszerbe. Mert ez a faktor, ez sokkal kevésbé van jelen szerintem ennél a Matrix Element-inél, mint a többi streamer komponensnél, amiket itt tapasztaltam. Mert a Hegelnek a saját streamer egysége például ezzel a Figaro kombóval egy ropogós élményt adott, ahogy mondtam. Na most, hogyha ez valakinek nem tetszik, akkor problémák vannak, mert ezt hogy tudod orvosolni? Szerintem hangfalkábellel ez nem fog annyit enyhülni, amennyit mondjuk enyhülnie kell, hogyha neked ez nem tetszik, de viszont akkor valamit váltani kell, vagy erősítőt, vagy hangfalat. Úgyhogy ez nyilván megint a nap végén az a legfontosabb, hogy neked tetszik-e. Ha tetszik, akkor túl van tárgyalva. Ha viszont nem tetszik, akkor Matrix Element-i
forrásként egy egyenesebb és könnyebben hallgatható hangképet ad számodra. Egyetlen egy hiányérzetem van csak a Matrix Elementi kapcsán, az pedig a Spotify-nak a hiánya. Most nem azért, mert én Spotify-zni szeretnék rajta és a Figaron, meg a nem tudom, bármilyen erősítőn keresztül. Ez inkább arról szól, hogy amikor egy háztartásból vesz az ember egy ilyen jellegű terméket, akkor nyilván nem árt, hogyha azt mondjuk a barátnő, férj, kutya, macska, gyerek, mindenki használhatja Spotify-on keresztül. Na most esetemben például a barátnőmnek nincsen Tidal fiókja, én szerintem nem tudnám rávenni, hogy legyen Tidala. Úgyhogy az ilyen jellegű további funkcionatásokra nyilvánvalóan várni kell, mert hogy egyébként a Matrix az csinál ilyen közvéleménykutatást a meglévő vásárlói között, hogy milyen következő funkciót szeretnének kapni, és ők fejlesztik ezt és folyamatosan dolgoznak rajta. Úgyhogy, hogyha valaki Spotify-t is akar csak a kényelem miatt, akkor előbb-utóbb jönni fog, ahogy elvileg az internetrádió is. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen rugalmasságot sugal számomra, de egy hiányérzet jelen pillanatban még. De azt azért nyilván érteni kell, hogy amikor egy ilyen Matrix Element jellegű termék palettát gyártasz, akkor Spotify az nem a prioritások között van, az a legvégén van, mert senki nem vesz egy ilyen jellegű DAC streamer kombót arra, hogy utána Spotify azon. Úgyhogy ha valakinek ez egy hiányérzet, akkor el kell gondolkodni rajta, hogy tulajdonképpen miért is hiányérzet, azon túl, amit én az előbb említettem. Ha pedig egy kicsivel többet szeretnél megtudni erről a Matrix Element E-ről, akkor a weboldalamon találsz mostantól, a videó kirakásától fogva egy külön tesztet írásos formában a gedeonaudio.hu-n, amelynek a linkjét a leírásban megtalálod.